Az egyik dolog, amit az Úr mondott nekem az első látomásomban, 1950. szeptember 2-án, Rockwallban, Texas államban, amikor megjelent nekem a sátorban, a következő volt. Mindjárt rátérek a legfontosabb részre is, de ekkor ezt mondta. Amikor elhagytad az utolsó gyülekezetet, ahol szolgáltál, és ez 1949. február 19-én volt, és akkor már 1934 óta, vagyis 15 éve szolgáltam, nos, amikor elhagytad az utolsó gyülekezetet, akkor léptél be annak a szolgálatnak az első szakaszába, amit neked szántam. Hogyan, uram? Kérdeztem. 15 éve szolgállak, és csak most léptem be az első szakaszba. Ha megnézitek a 13. fejezetet, láthatjátok, Pál és Barnabás sem volt szolgálatának első szakaszában. Ugye? Amen. Aztán Isten mondott még nekem valamit, ami nagyon fontos. Azt mondta, hogy sokan az ő szolgái közül úgy élnek és halnak meg, hogy be sem léptek annak a szolgálatnak az első fázisába, amit nekik szánt. Ez az oka, mondta, hogy sokan közülük fiatalon vagy középkorúan halnak meg. Nem mindannyian, de sokan. Nos, az Úrral nem lehet vitatkozni. Én megpróbáltam, de nem működött. Így elfogadtam. Halleluja! Mialatt az Urat kerestem, egyik nap térdelve imádkoztam. Szeretek térdelve imádkozni. Pál is ezt mondta az Efézus 3-ban. Ez okáért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, menjen és földön. Szóval térdelek, de szeretek néha sétálni is, ezért épp sétáltam az imaházba fel és alá, és az Úr mondott valamit, ami meghökkentett. Ne feledjétek, hogy olyanokról beszélek, amik 51-52 évvel ezelőtt történtek. Akkor nem tudtam annyit, mint most. Most sem tudok sokat, de tanulok. Amikor tehát kerestem őt, kezdett tisztázódni, hogy a gyógyítás szolgálatát adta nekem, és így szólt. Nem azért adtam a gyülekezetnek a gyógyítás ajándékát és a nevemet, hogy a gyülekezet magát gyógyítsa vele, hanem azért adtam a gyógyítások ajándékait és a nevemet a gyülekezetnek, hogy a világot gyógyítsa vele. Nem hagytam, hogy ez zavarjon. Ezért félretettem. Gondoltam, ha Isten készen áll, elmagyarázza majd, hogy mit akart ezzel mondani. De aztán megértettem. Végtére is a gyülekezetnek nem kellene, hogy szüksége legyen rá. A gyülekezetnek tudnia kellene, hogy ő elvetette minden gyengeségeinket, betegségeinket. A világ ezt nem tudja. Amen. A gyülekezetnek tudnia kellene, hogy az ő sebeivel meggyógyult. Nem megfog, hanem meggyógyult. Amen. Bizonyára ez az oka, hogy ilyeneket hallok. Majdnem hihetetlen, hogy miket hall az ember. És elképesztő eredmények születnek. Minden évben vannak, akik missziós munkát vállalnak. Sokuknak közülük szolgálata van, úgy érzik, hogy a misszionáriusi elhívás az övéké. Néhányan csak azért mennek, hogy menjenek. Egy fiatal hölgy egyszer azt mondta, hogy a legegyszerűbb dolog az, hogy az emberek meggyógyulnak. Elmesélte, hogy egy csoportjuk elment a Fülöp-szigetekre. Rengeteg sziget van ott, 6-7 ezer között. És vannak ott olyan szigetek, ahol még senki sem járt. Elmentünk, meséli. Kieveztünk erre a szigetre. Senki nem járt még ott, hogy Jézusról beszéljen nekik, és azt mondta a hölgy, hogy ha csak kimondták Jézus nevét, a süket fülek csak úgy kipattannak. Csak kimondták Jézus nevét,
és süket és néma emberek meggyógyultak. Miért nem működik ez nálunk is így? Igen, meggyógyult pár ember itt is, a hívőknek azonban aszerint kellene járniuk, amit tudnak. Az egyik testvér 125 meggyógyult süket emberről beszélt, akik egy összejövetel alatt gyógyultak meg. Mások, akik sánták voltak, soha életükben nem jártak. Egy üzletember mesélte egyszer itt Tuzában, évekkel ezelőtt, amikor először jöttünk ide. Osborne testvén akkor még aktívan részt vett az összejöveteleken. Ez az üzletember mesélte, hogy Dél-Afrikába járt üzleti úton. Tudtam, mondta, hogy ott lesz Osborne testvér, ezért elmentem, hogy pár napot ott töltsek a szolgálatban. Azt mondta, ameddig csak elláttál, emberek voltak. Több ezer ember volt ott, és azt is mondta, hogy egyik oldalon voltak a láncokkal megkötözött emberek, olyanok voltak, mint a gadarai megszállott, meztelenül. Az egyik éppen evett. Osborne testvér pedig az emelvényem így szólt. Jézus ma is ugyanaz, aki tegnap volt és él. Ha pedig él, akkor ma is ugyanúgy tud gyógyítani, mint azelőtt. Azt mondta aztán, hogy az az ember, aki evett, felnézett, és azt mondta, Jézus, még sosem hallott róla, Jézus, Jézus, aztán felállt a lábaira, és megszabadult. Azt mesélte, hogy látta őt később az összejövetelen, és fel volt szépen öltözve. Hála legyen Istennek! Ez majdnem olyan, mint a varázslat. Amen! Mondom, amen! De tudod, ott nem kell lerontanod a tradíciókat. Ezek az emberek elhiszik, amit mondasz nekik. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Használd a nevet, és menj el, gyógyítsd a világban. Fogd a gyógyulást, és menj vele. Járjunk az egészségbe, ez hozzánk tartozik. Amen, halleluja. Tudsz erre amen mondani? Halleluja. Köszönjük, Úr Jézus, köszönjük neked, Úr Jézus. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Halleluja. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrök az Úrnak eljöveteléig. Ími a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és késői esőt kap. Halleluja! Említettem, az első 1950. szeptember 2-ai látomásomat. Szombati nap volt Rockwallban. A pásztor, nem tudom, hogy ismeritek-e, Tipton testvér, hozott egy sátrat, amit az összejövetelekkor használt. Nem tudom, hogy bérelte-e, vagy kapta. Nem is érdekes. Én a meghívott prédikátor voltam. Meghívott engem, hogy prédikáljak ezen az összejövetelen. A második hét szombatján, mert ez egy kéthetes találkozó volt, a második hét szombatján, 1950. szeptember 2-án egész nap esett. Ez 51 évvel ezelőtt volt, akkor nem voltak olyan jók az utak, mint ma, Fekete Földnek hívták. Akkoriban sár volt, és ha belekerülti a sárba, már nem tudtál kijönni onnan. A sártól nem szabadultál. Vagy te ragadtál bele, vagy az száradt rád. Az a hely akkoriban még egy kisebb városka volt, ma már nagyobb. Sokan eljöttek a környékről. Egész nap esett, akkor is, amikor éppen összejövetelünk volt. Ástak egy árkot a sátor körül, hogy elvezessék a vizet, de valamennyi így is átjött. A sátor nem volt túl nagy, körülbelül 40 vagy 60 férőhelyes. Minden este teltház volt, de ez még mindig csak 43 személy. A feleségemet és engem is beleszámolva.
Minden beleszámoltam, ami mozgott. És mindenki már keresztény volt, nem prédikálhatsz evangelizációs jelleggel, ha aki hallgatja, az már mind üdvözült. Így hát tartottam egy Biblia órát, majd mondtam, hogy mindenki jöjjön előre, és imádkozzunk. Előre jöttek. Legalább itt száraz volt a föld. Én is le akartam menni, de már minden száraz helyet elfoglaltak. Így hát úgy döntöttem, hogy ott maradok az emelvényen. Fogtam egy széket, letettem az emelvény ezen oldalára, és letérdeltem. A sátor telve volt. 42 ember. Én pedig az emelvényen vagyok, és nyelveken imádkozom. Egy ideig angolul, de aztán elkezdtem más nyelveken imádkozni. És egyszer csak hallottam valamit, és ez nekem teljesen hallható volt. Tudom, hogy rajtam kívül senki más nem hallotta, de nekem teljesen hallható volt. Azt hallottam, hogy egy férfi szólt. Azt mondta, jöjj fel ide, jöjj fel ide! Azt gondoltam magamban, hogy a sátor nyugati része elég magas. Biztosan valaki felmászott oda, és most zavarni akarja az imámat. Gondoltam, valamelyik diakónus majd foglalkozik vele. Ezért folytattam az imádkozást. Kisenyitottam a szememet. Nem szeretem, ha imádkozás közben félbeszakítanak. Megint hallottam. Jöjj fel ide! Egy férfi hang. Jöjj fel ide! Azt gondoltam, most már igazán illene, hogy valaki ott legyen és foglalkozzon ezzel az emberrel. Folytattam az imát, aztán harmadszor is hallottam. Jöjj fel ide! Jöjj fel ide! Gondoltam, most már biztos, hogy van ott valaki, miért nem küld valakit a pásztor, hogy állítsa le? Majd ezeket a szavakat hallottam. Jöjj fel ide! Jöjj fel az Isten trónjához! Amikor ezt hallottam, kinyitottam a szemeimet. És amikor kinyitottam, a szellemi világban láttam bele. Az Úr megmondta, hogy két világ van. Egy fizikai és egy szellemi. Amen. Ott voltam, a szemeimet teljesen kinyitva. Ott térdeltem, velem szemben 42 ember, és bár teljesen nyitva voltak a testi szemeim, mégsem látom őket. Felnéztem, és nem láttam a sátor tetejét. Ugyanis a hangonnal jött. Felnéztem, és láttam Jézust ott állni, ahogy a sátor tetejének kellett volna lennie. Aztán felemelkedtem, és én is ott álltam vele, és akkor felén fordult, és azt mondta, menjünk fel Isten trónjához. És elindultunk. Láttam a felhőket, ahogy haladtunk. Aztán felmentünk Isten trónjához. Az első dolog, ami felkeltette a figyelmemet a trónnal kapcsolatban, a szárnyas állatok voltak. Mindkét oldalon különösen néztek ki. Akkora szemekkel, mint egy negyed dolláros, a fejük körül egy gyűrűben. Körülbelül 5 centiméterenként volt egy szem, és minden irányba tudnak nézni vele, amerre akarnak. Valamit mondtak, de amint odaértünk, abba hagyták. Amikor meglátták Jézust, abba hagyták. Néztem a szárnyas állatokat, aztán a szivárványt, ami a trón felett és mögött volt. Gyönyörű. Nem tudom leírni. Lehetetlen. Aztán a trón felé néztem, és Jézus szólt. Ne nézz az arcába. Volt ott valamiféle függöny, valamiféle csipkefüggöny, és láttam, hogy valaki ült a trónon. Emberi alakja volt. Valaki azt kérdezheti, hogy Isten lehetett? Nos, megvan írva, hogy az ő ábrázatára lettünk teremtve, ugye? Mondom, ugye? Aztán a Biblia mondja azt is, hogy Istennek van keze. Az Ószövetségben, emlékeztek, amikor a Sínai hegyen megjelent Mózesnek, azt mondta, hogy beállítalak a szikla hasadékába, és a kezemmel betakarlak téged, míg átvonulok. Aztán kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem. Szóval van keze is, van háta. Vagyis szellemi lény, de van teste,
csak úgy, mint az angyaloknak is. Isteni szellemi lény, de a szellemvilágban van testük. Nem fizikális test, de test. Szóval a trón felé néztem, és akkor Jézus szólt, ne nézz az arcába. És akkor megfordultam, és Jézusra néztem. Életemben először. Bár már vele voltam egy ideje, nem néztem az arcát, most azonban az arcába néztem. Valaki azt kérdezte, mi volt a legrendkívüli jellegzetessége? Azt mondtam, hogy a szemei. Milyenek voltak? Kérdezték. Akkor rukkoltam elő a következő kifejezéssel, és azóta se változtattam meg. Azt mondtam, olyanok, mint az élő szeretett kutfejei. Aztán leborultam a lábai elé, és láttam, hogy mezítláb van. Rátettem a kezeimet a láb fejére, homlokomat pedig a kezeimre tettem, és azt mondtam, ó, Uram, senki sem olyan méltatlan, mint én. Méltatlan, hogy az arcodban nézem. De ő szigorúan így szólt, állj a lábaidra. Felálltam. Kinyújtottam mutatóját, és azt mondta, méltó vagy, mert én megváltottalak, megtisztítottalak az én drága véremmel. Köszönjük az Úrnak, hogy az ő vére méltókká tett bennünket. Nem önmagunkban vagyunk méltók. Ezért köszönjük Istennek a vért. Ahogy énekeljük is. Mi moshatja le a bűneimet? Csak is Jézus vére. Mi tud újra teljessé tenni engem? Csak is Jézus vére. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Halleluja. Amen. Méltó vagy, hogy az arcomban néz, mert megváltottalak, megtisztítottalak az én drága vérem által. Aztán felegyenesedtem és ránéztem. Dicsőség az Úrnak, halleluja, köszönjük Istennek. Aztán megint rám mutatott, és ezt mondta. Mielőtt megszülettél, én már elhívtalak. Én választottalak el a te anyád méhétől. Most pedig megosztok veletek valamit. Van, amikor nem tudsz megosztani másokkal dolgokat, és van, amikor nem szabad. Nem baj, ha nem értitek. Így tudnám elmagyarázni. 1933. április 22-én szombaton születtem újjá. Reggel 8 előtt 20 perccel a hálószobámban. 7:30-kor elhagytam a testemet, és háromszor lementem a pokolba. De egy hang szólt a mennyből, és visszahozott. És akkor a harmadik alkalommal elkezdtem imádkozni. Mielőtt kikerültem abból a gödörből. Amikor visszajöttem, és visszakerültem a testembe, a hangom épp a mondat közepénél vette fel az imádságomat. Hála Istennek, újjászülettem. Április, május, június, július, augusztus. Még mindig ágyba fekvő beteg vagyok. Az orvos azt mondta, hogy meg fogok halni. Azt mondta, hogy soha senki nem él tovább ebben az állapotban. Ez 4 hónappal a 16. születésnapom előtt volt. 1933. augusztus 23-án, miután már háromszor meghaltam, tudtam, hogy a halál leselkedik felettem. Augusztus. 40 fok körül lehetett. Itt Oklahomában is elég meleg tud lenni, júliusban is. És 1933-ban még nem volt légkondicionáló. Voltak ventilátorok, ezek mozgatták a levegőt, de nekünk az sem volt. 40 fok volt, de 40 fokban én fáztam. Annyira, hogy meleg vízzel teli üvegeket raktak körém. Tudtam, hogy haldoklom. 1:30 volt, a 9 éves kisöcsém velem volt a szobában. Azt mondtam neki, hogy a halál az utolsó köteleit köti rám, gyorsan hívd ide anyát, el akarok köszönni tőle, haldoklom. Kirohant a szobából a konyhába, és azt mondta, anyu, anyu, nagyi, nagyi, Ken haldoklik, és el akar köszönni. Amikor kirohant, az egész szoba betelt Isten dicsőségével. Emlékeztek,
A Biblia mondja az apostolok cselekedeteiben, hogy amikor István megkövezték, telve Szent Szellemmel, látta Isten dicsőségét, és látta Jézust az Atya jobbján állni. Emlékszel? Milyen ez a dicsőség? Olyan, mint egy fénylő fehér felhő. Az egész szoba olyan fényes volt, mint amikor a nap rásüt a hóra. De egyben sűrű is, mint a köd. Elhagytam a testem, és felmentem oda, ahol a ház tetejének kellett volna lennie, és ott megálltam. Nem láttam senkit, benne voltam a dicsőségben. Aztán egy hangot hallottam. Azt hiszem, Jézus volt. Azt mondta, menj vissza, menj vissza, menj vissza a földre. Még nem jöhetsz. A földi munkád még nincs bevégezve. Aztán leszálltam. Egy másodperc alatt az ágy lábánál voltam, láttam a testemet az ágyon, láttam anyámat, ahogy a kezemet fogja fölém hajolva. Oda kerültem az ágy lábához, és valahogy visszakerültem a testembe. Ekkor már kapcsolatba tudtam lépni ezzel a világgal, így azt mondtam, anya, nem fogok meghalni most. Ő úgy értette, nem fogok ebben a pillanatban meghalni. De én úgy gondoltam, hogy nem halok meg, hanem Isten munkájának élek tovább. Ez egy szent megtapasztalás volt. Néhány dolog, barátaim, túl szent ahhoz, hogy beszéljünk róla. Értitek? Ez a dolog annyira szent volt, hogy 25 évig senkinek se beszéltem róla. Amikor ide költöztem Tuzába, egyszer a rádióban a hitről tanítottam, a belső és külső emberről. Emlékeztek? Pál a 2 Korintus 4.16-ban mit mondott? Azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazonáltal napról napra megújul. Van tehát belső és külső emberünk. Istenben nem a külső emberünkkel hiszünk, az érzésszerveinkkel. Istenben a belső emberünkkel hiszünk. Szóval az Úr azt mondta nekem, mondd el, beszélj nekik 25 év elteltével, hogy mi a belső ember és mit jelent hinni bele. Így aztán elkezdtem beszélni róla. Az édesanyám pedig hallott a rádióban. Aztán, amikor Dallasba mentünk, édesanyám már 80-on túl volt, így szólt, fiam, hallottalak a rádióba, de ezekről nem tudtam. Elmondtam neki, hogy ez a dolog túl szent ahhoz, hogy beszéljek róla. Aztán így folytatta. Ahogy te elmesélted, úgy haladott, mintha csak pár másodperc alatt történt volna. Elmondtam, hogy körülbelül 10 másodperc lehetett. Aztán így szólt. Elmesélem neked, hogy mi történt velem és a nagymamáddal. Amikor az öcsét kirohant, hogy anyu nagyi Ken haldoklik, el akar köszönni. Én akkor közelebb voltam az ajtóhoz, mint a nagymamád, ezért kirohantam a konyhából, az ebédlőn át a szobádba, de nem tudtam belépni, bár az ajtó nyitva volt, nem tudtam bemenni. Észrevettem Isten jelenlétét, és visszamentem az ebédlőbe. Ráhajoltam az asztalra, hogy nehogy elájuljak. Aztán folytatta, a nagymamád is jött utánam, neki ment a nyitott ajtónak, de visszapattant, mint egy hatalmas gumilabda. Visszament az ebédlőbe, és még egyszer neki lendült, de ugyanezt történt. Harmadszor is. Aztán így szólt. Lili, a szobát egy felhő töltötte meg. Fehér felhő. Nem látom Kent sem az ágyat, sem a fiókos szekrényt. Egy felhő van benne. Aztán mondta édesanyám. Nagyanyád ott kapaszkodott az ajtóférfába, hogy el ne essek, és csak 10 perc múlva tudtunk bemenni a szobába. 10 perc múlva emelkedett fel a felhő. Emlékeztek ti is, az Ószövetségbe Isten dicsősége betöltötte a templomot,
és a főpap nem tudott bemenni, hogy a szolgálatát elvégezze. Többször is volt ilyen. Szóval csak 10 perc után tudtunk bemenni. Az asztal felett imádkoztam, folytatta édesanyám, de a nagymamám nem tudott mozdulni, csak kapaszkodott az ajtó félfában, mindaddig, míg végül a felhő elment, és akkor felemelkedett. Aztán berohantam a szobában, megfogtam a kezed, és akkor te azt mondtad, hogy anya, nem fogok most meghalni, dicsőség Istennek. Térjünk vissza. Vannak dolgok, amelyek olyan szentek, különlegesek, hogy nem tudsz beszélni róluk. Van, amikről nem is kell. Visszatérve a látomásra, 1950. szeptember 2-ára az Úr azt mondta, hogy méltó vagy, hogy az arcomban néz. Aztán azt mondta, mielőtt megszülettél, én már elhívtalak. Én választottalak el a te anyád méhétől. Az angyalaim vigyáztak rád, és törögtek veled egész a mai napig. Aztán mondott valamit, amiről én semmit sem tudtam. Azt mondta, anyádnak megjelentem, mielőtt megszülettél. És mondtam neki, ne félj, gyermeked megszületik. Ez szombaton volt. Másnap vége lett az összejövetelnek, és édesanyám eljött, hogy egy pár napot velünk töltsön. Megkérdezhetitek a feleségem. Így szóltam hozzá. Az Úr megjelent nekem egy látomásban. Szombat este. Azt mondta nekem, hogy anyádnak megjelentem, még mielőtt megszülettél, és mondtam neki, hogy ne félj, gyermeked megszületik. Anyám úgy felugrott, mintha tűvel bökték volna meg, és azt kérdezte az Úrtól, mit mondod, hogy minek nevezelek el? Mit mondod? Aztán anyám elmesélte nekem, hogy koraszülött voltam, 1 kilós, kicsit kevesebb, ha leszámítjuk a ruhát és a pelenkát. Ilyenkor a babák nehezen élik túl, még ma is, amikor van inkubátor. A nagymamám mondta, hogy amikor megszülettem, Ervin doktor segített, akiről a második nevemet kaptam. A nagymamám azt is mondta, hogy nem volt semmi élet bennem. Akkora voltam, mint egy nagyobb fajta patkány. Az arcom nem volt teljesen kitöltve. Nem volt bennem semmi élet. Az orvos lefektetett az ágy lábához, és azt mondta, hogy a gyermek halott. A nagymamám mesélte, hogy 40 perccel később Ervin doktor azt mondta, hogy visszamegy és hoz egy kis ételt. Aztán az egész napot azzal töltötte, hogy édesanyámat életbe tartsa. 40 perccel születésem után nem volt bennem semmi élet. Az orvos felemelt engem, és azt mondta, hogy olyan fejletlen és éretlen. Ha a helyükben lennék, kimennék a kertbe, ásnék egy vermet, és eltemetném. Aztán visszament a hivatalába. A nagyanyám mondta, hogy édesanyám épp pihent, én pedig kivittelek a kertbe, még mindig nem volt benned élet. Augusztus volt, megálltam a füstölő előtt. Fiataloknak el kell magyarázni, mert nem biztos, hogy tudják, hogy mi az. A füstölőbe a húst füstölték, aztán tárolásra használták. A nagyanyám így folytatta. Fogtam egy ásót, és elindultam a kert végébe, de egyszer csak megéreztem benned egy kis életet. Visszamentem a házba, megmostalak, ruhát és pelenkát adtam rád, és megmértelek. Alig voltál 1 kiló. Over 2 pounds, just a shade, just barely really 2 pounds.
Soha nem szoptál, és amikor cübusüveget adtunk neked, mindenhol kék meg fekete lettél, mondta. Ezért így cseppenként kellett, hogy etessünk. Szemcseppentővel, sokáig tartott. Azt mondta, biztosan egy angyal érintett meg engem, ezért mozdultam meg. Édesanyám folytatta. Apád elhagyott minket, amikor a bátyát 6 éves volt, és nem volt mit ennünk. Téged hordtalak is, beteg voltam. Tudjátok, anyám azt mondta, hogy ha keményen vetem meg az ágyamat, magamnak vetem meg. Lenyeltem végül a büszkeségemet, mondta, és hazamentem segítségért. Két tömbre laktam, és odaértem, ahol Margaret nagynéni háza volt, és folytatta. Tudod, nincs egy fa sem az udvarban, sehol egy fa. And she said, you know, there's not a tree in the yard. There's not a tree anywhere. I'm walking right down the 1917-ben az utca közepén sétálok, és hallottam egy hangot, mikor a szél a levelek között fújt. Körülnéztem. Sehol egy fa. Felnéztem az égre, és láttam egy fehér felhőt. Ez a felhő lejött, és megállt előttem. Jézus állt abban a felhőben, és azt mondta, ne félj, gyermeked megszületik, és nevezd, ... Amikor én ugyanezt mondtam, édesanyám felugrott, és azt kérdezte, mit mondod? Megkérdezhetitek a feleségemet, azt mondta. Így szólt, nevezd Jánosnak. Mert ahogy keresztelő János az ő első eljövetelének előfutára volt, ő a második eljövetelének előfutára lesz. Eddig ezt nem mondtam el senkinek, nem volt megengedve. De ma az Úr azt mondta, hogy beszéljek róla. Nem mondtam el eddig, elmondom miért. Ez a szolgálat nem egy személyiségre épült. Nem magamra akarom felhívni a figyelmet. Jézusra hívom fel a figyelmet. Ez a szolgálat nem a személyiségekre épült, ez a szolgálat céllal épült. Nagyon sok dolog történik, ami figyelmet kelt. A gyógyulás ébredési időszakában részt vettem a Gyógyulás hangja című rádióműsorban. Ezt a magazint arra használtuk fel, hogy hirdessük általa. Majdnem mindenki benne volt, kivéve Oral Roberts testvér. Aztán sokan saját műsort kezdtek. Nagyon sok dolog történt. Volt olyan összejövetel, ahol olaj jelent meg az emberek kezén. Ott voltam az alkalmam, nekem is olaj volt a kezemen. És nem beszéltem róla máig senkinek. Ez én rám hívná fel a figyelmet. Épp Denverbe voltunk. Olaj jelent meg a kezemben. Valódi olaj. Két különböző alkalommal is megtörtént. De én azt mondtam, hogy ez én rám hívná fel a figyelmet. Őre akarom felhívni a figyelmet. Értitek? Jézusra. Milyennek a jelentősége? Először is az olaj a Szent Szellem szimbóluma. És hála Istennek fel vagyunk kenve a szolgálatra. Ha látod az olajt, ha nem. Halleluja! Köszönjük neked, Úr Jézus! Az Úr így szólt. Elmondtam neki. Az édesanyám tovább mesélte. Megrémültem, befutottam a házba, és anyám, az én nagymamám megkérdezte, mi a baj? Úgy nézel ki, mintha szellemet láttál volna. Aztán elmondtam neki, hogy mit láttam és hallottam, és akkor ő azt mondta, ezt nem meséld el senkinek, mert fanatikusnak fognak gondolni. Nincsenek hozzászokva az ilyen dolgokhoz. De Jézus azt mondta, hogy nem a név fontos. Ami számít, az a szellem és az ige. Amen. Halleluja. Emlékszem, hogy találkozóról találkozóra jártam,
és az Úr vezetésével elhagytam az utolsó gyülekezetet, ahol szolgáltam. Aztán elkezdtem tanítani. Mivel napközben voltak ezek az alkalmak, gyakran nem voltunk többen egy maroknyinál. Amikor a hotel felé mentem, nem egyszer sírtam útközben, és mondtam az Úrnak, hogy valahogy elő kell, hogy jöjjön ez az üzenet. Valahogy, de hogyan? Aztán az Úr arra vezetett, hogy indítsam el a Réma Biblia iskolát. Nagyon nem akartam, de ő azt mondta, hogy meg kell tennem. Aztán megtettem. Hála neki. Halleluja. 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 Addig halasztottam, ameddig csak tudtam, megkérdezheted a vezetőségi tagok közül bármelyiket. 2 évig beszéltem róla, mielőtt bármi olyat tettünk volna, ami a szívemen volt. Mindent beleadtam, hogy kikerüljek ebből, de azt mondta, tedd meg, vagy máskülönben. Nos, ismerem az ő máskülönben jeit, és nem hiányoznak. 1934. augusztus 8-án felemelt a beteg ágyamról, meggyógyított. Néhány nap múlva lesz 67 éve. Amikor elhagytam azt az ágyat, hirdetem az igét. Amióta elhagytam azt az ágyat, hirdetem az igét. Dicsőség Istennek mindörökké. Halleluja! A legutolsó fejfájásom 1933. augusztusában volt, és 67 év alatt nem volt semmi fizikai problémám. Gyakran eltelik 5-7 év, úgy, hogy észre sem veszem, hogy van testem. Hatvanhét évig talán 4 alkalommal voltam beteg. Ilyenkor mindig kicsit távolabb voltam Istentől. Mondtam, hogy megismertem az ő máskülönbjeit. Amilyen gyorsan csak tudtam, visszamentem az ő szeretete alá. Amen, halleluja! Az elmúlt alkalommal már szóltam arról, amit most mondok. Vasárnap éjjel imádkoztam. Nagyon sokat imádkozom éjjelente, mindig is így volt. Akkor kezdtem, amikor az Úr megmentett. Beteg ágyon voltam, így, ha imádkozni akartam, az ágyba kellett tennem. Aztán hozzászoktam ehhez. Amikor a beteg ágyban imádkoztam, az egész családom már lefeküdt, nem akartam zavarni őket, így magamba imádkoztam. De egyik alkalommal egész éjszaka imádkoztam, nem is aludtam. Nagyon sok éjszakát átimádkoztam. 33-34-ben majdnem egész éjszaka. Azóta is sokszor teszem ezt, bár nem olyan sokszor, mint akkor. De vasárnap este szellemben imádkoztam Istenhez, zsoltárokban beszélve. 2-3 órát eltöltöttem így. Meséltem nektek arról, hogy az Úr mit mondott nekem kedd este. Amen. Néha elég lassú vagyok. Sokszor lassú nálam a kezdet, de a befejezés garantált. A természetemben van, hogy konzervatív vagyok. Hogy néha vonakodom valamitől. Volt, hogy egy bizonyos szolgálatba vonakodtam belépni. Ott álltam a profitai szolgálat szélén, és nem akartam belépni. Eldöntöttem, hogy vele megyek. Már közel 1 éve harcoltam egy betegséggel,
Aztán az egyik kedden az Úr elmondta, hogy mit tegyek. A harc véget ért. Dicsőség Istennek. Halleluja! Glory to God. I said glory to God. Hallelujah. Pontosan elmondta, mit kell tennem, mit kell mondanom. Halleluja. Amen. Ám hogyan végezzük el ezt a munkát? Én nem tudom elvégezni. Elindítottam a Réma Biblia iskolát. A Biblia iskolánkban végzettek kezdik el, és ők vezetik. Készek arra, hogy elkezdjenek valamit bárhol a világon. De mindenki nem jöhet. Már vannak 80-90 százan. Gondoljatok arra, hogy mennyi pénznek kell bejönni, amiről a testvér is beszélt. Látjátok, tanulhat mindenki a saját lakóhelyén. Ott már nem kell megtanulniuk a nyelvet, mert már ismerik a kultúrát is. Így vihetik az üzenetet. Gondoljatok arra, amit a testvérünk mondott, amit a gyülekezetek terveztek. Egy ország, ahol soha nem volt még szabadság. Gondoljatok bele, dicsőség az Úrnak. Az üzenet eljut. De látjátok, hitbe kerül, hogy ez sikerüljön. Hitbe kerül. Az egyik legnagyobb pünkösdi csoport vezetője mondta nekem, hogy talán segíthetnél nekünk, a te embereid mindenfelé mennek evangelizálni, a mieink meg csak ülnek, és nem tesznek semmit. Elvégzik az iskolát, de nincs hitük. Kell, hogy legyen hited. Kell, hogy legyen hited. Hitbe került annak az embernek, hogy visszamenjen Prágába. Nem volt semmi, senki, semmiféle támogatás, segítség. Hitbe került. Hitre volt szüksége. Hinnie kellett Charles Covinnak is, aki az első évfolyamba végzett. Tudna mesélni. Hinnie kellett. Hűséges maradt, és az Isten azt mondta neki, hogy indítson el egy tanítói csoportot. Eddig egy ima csoportja volt. Hinni kell. Néha csak ki kell lépni a lábaid alatt semmi mással, mint az igével. Lenézel, és nincs semmi a lábad alatt. Állj rá az igére! Halleluja! 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 Hogy fogjuk kihozni ezt az üzenetet? Látjátok, itt mindegyitöknek ugyanaz a célja, mint nekem, mindannyiunknak. Mi vagyunk az ő második eljövetelének előfutárai. Értitek? Halleluja! 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 Vannak dolgok, amiket még meg fogok osztani veletek, de azt hiszem néhányra még nem vagytok felkészülve. Tudjátok, Pál is ezt írta. Van valami, amit el kell mondanom nektek, de most nem bírnátok el. De hála Istennek haladunk. Haladunk. Simahurataka. Sevrakita prakuta kalasanaga. Nemifihi sonora. Prakita kolosako tom prefregenge. Kingalodo balahan senkengege bataka. Ne csak üljetek ott, és nem mondjátok, hogy ez nem így van. Nyissátok ki az elméteket, és nyissátok ki a szellemeteket, mondja az Úr. És én bizonyságot teszek a te szellemed ellen együtt. És néhányatoknál konkrétan beszélek a szellemetekkel. Pontosan megmondom, mit tegyetek, hová menjetek, és elmondhatjátok majd. Engem az Úr vezet, én szellemmel teljes vagyok. Ő vezet engem. És Isten munkája befejezett lesz. Terve bevégzett lesz, és Isten dicsősége fénylik majd rátok, és sokan az Úrhoz fordulnak majd,
és az Úr áldásai a tieitek lesznek, Halleluja. Hogy élvezétek azokat. Halleluja! Köszönjük neked, Úrunk! Köszönjük neked, Úrunk! Köszönjük neked, Úrunk! Köszönjük neked, Úrunk! Erről nem beszéltem eddig, mert nem magamra akartam felhívni a figyelmet. Őrá akarom felhívni a figyelmet. Isten munkájára, tervére és céljára kell felhívnunk a figyelmet. Halleluja! Olyanokat olvashattok és láthattok, amiket még soha. Láthatjátok, hogy az ördög miért harcol, hogyan ved be minden lehetséges akadályt. Mert amikor ezt az örömüzenetet az egész világnak, mint nemzetnek hirdetik, akkor jön el a vég. Halleluja! Az ördög nem akarja, hogy eljöjjön az a vég, hiszen ő az Isten ennek a világnak. Most jó napja van, most nyerekbe van még, mert ő az Isten ennek a világnak. A Biblia mondja ezt a 2 Korintus 4:4-ben. Szeretem azt a dalt, amely a vérem megváltott gyülekezetről szól. Semmi nem állíthatja meg ezt a hatalmas áradatot. Dicsőség Istennek, halleluja! De szükségünk van a te segítségedre, az imáidra, az anyagi támogatásodra. Amen! Ezért fektettem én személyesen ebbe a munkába több pénzt, mint bárki más. Sokan vannak, akik nagy összegeket adományoznak, de én szeretnék többet adni, mint bárki más. Értitek már? Mindig azt keresem, hogy hogyan tudnék több pénzt befektetni, mert tudom, hová megyünk. Dicsérjük az Urat! Halleluja! Beszéljetek zsoltárokban és himnuszokban. Érzem, hogy egy zsoltár jön fel a bensőmbe. Halleluja! Hitre van szükség. Még csak az első szó van meg. Két szó igazából. Mi más fog eljönni? Nem tudom. Rá kell bíznom. Menjünk vissza az igéhez, amit néztünk. Mindenki kövesse. Efézus 5:18. Look at it. Before we go further, look at it. You know it. You know it's there. I want it to get on the inside of you. És meg ne részegedjetek a bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. Ahogy mondtam nektek, a görög tudósok azt mondják, hogy itt egy folyamatosságról van szó. Tehát szó szerint, legyetek mindig folyamatosan beteljesedve Szent Szellemmel, beszélgetvén egymás között zsoltárokba és dicséretekben, és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekbe az Úrnak. Halleluja! Halleluja! A zsoltár egy szellemi ének vagy himnusz. Rímelhet is, meg nem is. 150 ilyen van az Ószövetségben. A zsoltárokat lehet énekelni is, vagy egyszerűen szavalni. Én nagyon ritkán énekelek, mert nem vagyok egy énekes alkat. Én általában zsoltárokba beszélek. Gyakran éjszakákon át. Minden hívőnek ezt kellene tennie minden nap. Van egy teljes területe a szellemvilágnak, amit még nem fedeztek fel. Nem tudnak róla, vagy nem vették észre. Menjünk vissza az 1 Korintus 14-hez. Azt hiszem a 26. vers. Pál azt mondta, hogy van hát atyám fiai, mikor egybe gyűltök? Korintus egész gyülekezete. Mindeniteknek van zsoltára? Hánynak? Hánynak? Néhányan azt mondják, nekik még egy sem volt. De mindenkinek van zsoltára, mindenkinek van. Azt mondja, hogy csak a felének? Nem, mindenkinek közületek. Pál nem a gyülekezet pásztorához ír,
a vezetőihez, Efézusba, hanem az egész ottani gyülekezetnek. Nem is arról beszél, hogy a dicséretes füzetből énekeljenek. Akkor még nem is volt ilyen. Olyanról beszél, ami a szellemmel van kapcsolatban. A szellem adja abban a pillanatban. Ez inspirált kiejtés, mint a profécia. Vagy lehet más nyelveken, úgy, hogy lefordítják. A nyelvek nemei és a fordítás együtt egyenlő a proféciával. Pál azt mondja az 1 Korintus 14.5-ben, mert nagyobb a proféta, mint a nyelveken szóló, kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. Amen, amen. Azt mondtam, amen. Halleluja. Dicsérjétek az Urat mindörökké. Az elmémet most kikapcsolom, és a szellememet hagyom érvényesülni. Figyeljetek oda, mit mond. És meg ne részegedjetek bortól, amibe kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szent Szellemmel. Legyetek mindig beteljesedve, beszélgetvén magatokban. Ez az, amit egyedül tesztek. Zsoltárokban is, dicséretekben, és szellemi énekekben, énekelvén is dicséretet mondván szívetekben. Kinek? Az Úrnak. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Énekelvén és dicséretet mondván szívetekbe az Úrnak. Hogyha telve vagytok Szent Szellemmel, akkor van egy zsoltár a szívetekben. Térjünk vissza a második igéhez. Kolosse 3.16. A Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és ittvén egymást. Ez az, amit akkor teszünk, ha összejövünk a gyülekezetben vagy egy összejövetelen, tanítván és intvén egymást. Hogyan? Zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Azt mondta, hogy tanítván és intvén egymást, de ha ezt tesszük, ezzel az Úrnak is szolgálunk. Ugye? Tanítván és intvén. Vannak olyan énekek, az ószövetségi zsoltárokhoz hasonlóan, amelyek egyben imádságok is. Dávidé is például. Az 51. fejezettől kezdődően zsoltárait imádságként énekelte. Ezekkel a zsoltárokkal, himnuszokkal és szellemi énekekkel az embereket tanítjuk. Tartsátok itt az ujjatokat, és menjünk vissza az 1 Korintus 14.26-hoz. Hogy van hát, anyám, fiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Most menjünk vissza a Kolosszei levélhez. A Krisztus igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást. Figyeljétek meg, hogy az 1 Korintusban először a zsoltárt említi, majd a tanítást, a kijelentést, és végül a magyarázatot. Amikor zsoltárokba beszéltek vagy énekeltek, azzal tanítotok. Ha a hallgatóság most hallja először, akkor tanítod őt. Ha már hallott róla, akkor meg inted őt, hogy az szerint járjon, amit tud. Halleluja, halleluja, dicsőség Istennek! Tudjátok, hogy Isten igéje tanítja, hogy a győzelmünk Jézusban van.
Tudjátok, hogy Isten igéje tanítja nekünk, hogy az a győzelem, ami legyőzte a világot, a mi hitünk. A ti hitetek. Halleluja! 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 De időnként szükségünk van intésre. Csak nézzük meg a győzelem szót. A győzelem nem a látható dolgokban van, nem az érezhető dolgokban. A győzelem nem az elmédben van, vagy az agyadban. A győzelem ő benne van, az örökkévalóban. 2000 évvel ezelőtt kijött az atyától, hogy egy szörnyű bemutatót tartson, vagyis megfutamítsa az ellenséget, és feltámadta a halálból minden ember szeme láttára, hogy tudhassuk, és járhassunk a győzelemben, amit ő hirdetett és megnyert. Győzelem, győzelem! Vannak, akik győzelemről beszélnek, de vereségbe járnak, mert nem az igét szólják, ami adatot nekik, nem a világosságba járnak, amely fénylik, vagy világít az útjukra. Mert amikor tudjátok, hogy az ördög a lábaitok alatt van, akkor nevettek. Jól érzitek magatokat is, örültök, mert ő, a legyőzött, már nem tud benneteket legyőzni. Isten képességeinek és erejének birtokába vagytok, nincs más dolgotok, mint hogy élvezzétek. Halleluja! 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 Az Úr azt mondta nekem vasárnap este, hogy taníts. Ne elméletbe taníts, hanem taníts példákkal. Tehát példákkal kell bemutatnunk. Dicsőség az Úrnak. Szóval ez mind tanított, és mind intett minket, igaz? Ha nem tanított, akkor emlékeztetett. Halleluja! Érzem, hogy még valami feljön a szellememből. Hadd szakadjak el most az elmémtől, vissza a szellememhez, a szívemhez. Dicsőség az Úrnak. Köszönöm. Csak akartam neki mondani valamit, nem akartam, hogy halljátok. Ezért beszéltem nyelveken. Nem hozzátok beszélek, hanem hozzá. Mit mondok neki? Nos, a nagyját nem kell tudnotok, de ez a része nem lesz károtokra. Csak le akartam beszélni a szellememet valamiről. Nem szívesen tennék meg valamit. Nem szívesen mondanék el néhány dolgot. You know what I'm talking about, don't you? Yeah, praise God. Well, here goes anyway. My. Whoo! Hallelujah. My. Boy. Ebből inkább kimaradnék. Ha.
Igazad van, rendben, rendben. Dicsőség az Úrnak. Rendben. Amen. Thank you, Lord. Köszönjük neked, Úr Jézus. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. The future. A jövő. The future. A jövő. What about the future? Mi van a jövővel? Can we see into the future? Láthatjuk a jövőt. Can we know? Ismerhetjük a jövőt. Yes. Igen. Ahogy a szellem akarja. Emlékszem, meg van írva, hogy az igazság szelleme mutatni fog nektek jövőbeni dolgokat. Ezek néha egyénekkel kapcsolatosak, néha országokkal, nemzetekkel kapcsolatosak. Igen, gyakran vezetőkkel, a gyülekezettel és a hívőkkel, néha egy egész csoporttal kapcsolatosak. Néha meg csak egy emberrel. Tehát mi van a jövővel? Először is. Ne aggódjatok a jövő miatt. Ő tudja, mert ő előttetek jár. Ő már járt ott. Igen. Igaz, hogy a sötétség néha eljön. A hívőkre is. De emlékezzetek, meg van írva, hogy a sötétség csak éjszaka tart, és reggel öröm jön. Vannak, akik most is itt ülnek, élvezik Isten jelenlétét és áldásait, és lehet, jegyezzétek meg, hogy holnap vagy jövőre nem lesznek itt. A testük igen, de a szellemük az Úrral lesz. És akkor mondják néhányan. Miért? Nem értem. Nem neked kell értened vagy tudnod. Ezt kell tudnod. Azok, akik készen állnak az útra, soha nem halnak meg. Elköltöznek a földről, és a mennyben lakoznak majd. Pál is mondta, kívánok elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez sokkal inkább jobb. Vannak, akiknél az orvostudomány azt mondja, hogy semmit sem tehetünk értük, és a haláluk nyilvánvaló és elkerülhetetlen. De ennek nem kell így lennie, mert Isten élete van benned. Mondjátok. Uram, eleveníts meg a te szellemed szerint. Eleveníts meg a te igéd szerint. Eleveníts meg. És akkor Isten élete uralkodik majd, nem csak a szellemedben, hanem a testedben is. És Isten ösvényei egyenesek lesznek, és Isten útját ismerni fogjátok. És akkor azt mondjátok, én az ő útjain járok, az ő ösvényei járok, és az áldásai a tieitek lesznek, és az egészségetek javulni fog. És jártok, és nem fáradtok el, futtok, és nem lankadtok meg, és élvezitek a teljességet, amit az Úr adott nektek. Amen. Dicsérjétek az ő szent nevét mindörökké. Néha gátol bennünket, ha tudunk valamit. Talán néhányan emlékeztek erre az esetre. Sok évvel ezelőtt az emelvényvel állva azt mondtam, nem tudtam kinek szól, csak úgy kijött a szellememből. A válás nem fog végbe menni. Emlékeztek? Egy emberre gondoltam, aki abban a részlegben ült, ahol most a feleségem. A párja elhagyta, és beadta a vállókeresetet. Úgy nézett ki, ez a végső döntés.
De ennek nem kell így lennie. Nem tudtam, kinek szól, de azt mondtam, ha illik rád, vedd el, ha hozzád szól, vedd el. Bezártuk az alkalmat, és Szent Louisba mentünk, egy másik összejövetelre, egy nagy előadó terembe voltunk. Egyik reggel az alkalom után odajött hozzám egy komoly külsejű úriember, és azt mondta, Hagen testvér, a feleségemmel elmentünk egy összejövetelre, már addig is problémáink voltak, és eldöntöttük, hogy külön úton megyünk. Azt mondta, én fent ültem, ő meg lent. És amikor vége lett az alkalomnak, előre jöttünk, és azt mondtunk, ez a miénk, vegyük el. Azt mondta, azt akarom, hogy tud, boldogabbak vagyunk, mint valaha. Aztán, amikor hazamentem, kaptam egy levelet Oklahoma első baptista gyülekezetének pásztorától. Azt mondta, a feleségem elhagyott, Oklahoma városba költözött, beadta a vállókeresetet. Én elmentem az összejöveteledre, ahol te azt mondtad, hogy ha ez illik rád, akkor vedd el. Akkor azt mondtam, Uram, elfogadom. Hazamentem, mondta, és minden este imádkoztam, és megkérdeztem az Urat, hogy akarja, hogy felhívjam a feleségemet. Azt válaszolta, nem. Következő este? Nem. A tizedik napon, néha igen sok ideig eltart, ami két ember elváltnak, nyilvánítanak. Akkor az Úr azt mondta neki, hogy most felhívhatod. Letérdeltem és felhívtam, és mondta. Amint felismerte a hangomat, elkezdett sírni, és azt mondta, ez így nem jó. Hazamehetek? A pásztor azt mondta, szeretném, ha tudnád, hogy hazajött, és olyan boldogok vagyunk, mint még soha. Öt ilyen esetet ismerek, amikor a vállás nem ment végbe. Dicsőség Istennek. Halleluja! Annak idején 13 évig gyülekezetről gyülekezetre járva összejöveteleket tartottam. Mindig mondtam a pásztornak, hogy ne mondjon el nekem semmit. Néha ugyanis megzavar az, ha tudsz valamiről, mert esetleg azt gondolod, nos ez így van, hiszen mondták. Értitek? Tehát nem engedtem, hogy mondjon nekem bármit is. Azt mondta nekem a feleségem az egyik este, hogy úgy szolgálsz, ahogy régen szolgáltál. Tudok egy emberről, aki rákkal küszködött. Nem tudom, ki volt, de az Úr azt mondta nekem. Mondd neki, hogy azt tegye, amit te tettél, amikor szóltál annak az állapotnak. Már előtte is tett ilyet, de más az, amikor szellemben is hittel szólsz hozzá, és azt mondod, rák, légy átkozott, száradj ki. Amen, halleluja. Halleluja. Azt mondtam, halleluja. Tehát bárkiről is legyen szó, ha ez illik rád, vedd el, ha nem illik rád, nem a tiéd. Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek. Még nem érkeztünk meg, de már úton vagyunk veletek. Halleluja! Jó és nagyszerű dolgok történnek. És még nagyszerűbbek fognak történni. Dicsérjétek az Isten! Állj fel, Barney testvérem! Pár évvel ezelőtt Minneapolisban egy találkozón az utolsó héten feltették műholdra az alkalmat. Az ő gyülekezete mondta, hogy néztek minket. Isten dicsőségében beszéltem, és a szomszédék látták, amint füst jön ki az épületből. Nem így volt? Kihívták a tűzoltókat. A tűzoltók nem találtak tüzet sehol. Folyton azt mondogatták, nem értjük. Aztán a testvér elmagyarázta nekik.
Istent imádtuk, és Isten dicsősége szállt le. Volt már ilyen az Ószövetségben, igaz? Volt ilyen? Dicsőség az Úrnak. Egyre több ilyen dolog fog történni. Ebben az évben is az utolsó hónapokban megtörtént, hogy a réma gyülekezeteinkben néhány ember feltámadt a halálból. Az orvostudomány szerint halottak voltak, de visszajöttek a halálból. Ezeken az összejöveteleken imádkoztunk is ezért. Amen. Még nem érkeztünk meg, de már uton vagyunk. Yeah. We're on the way. Uton vagyunk. Dicsőség Istennek. Halleluja. Uton vagyunk. Uton vagyunk. Say it out loud. Mondjátok hangosan. Uton vagyunk. Halleluja. Dicsőség Istennek. God, hallelujah. Praise God. Dicsérjétek Istent. Halleluja. Dicsőség Istennek. Hallelujah. Hallelujah, dicsőség Istennek. Glory to God. Dicsőség Istennek. Glory to God. Dicsőség Istennek. Glory to God. Dicsőség Istennek. Hallelujah. Get ready. Hallelujah. My. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Dicsőség Istennek. Köszönjük, Urunk. Még nem érkeztünk meg, de már uton vagyunk. Valaki azt kérdezte, honnan tudjuk meg, hogy odaértünk? Mindenki tudni fogja. Yeah. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hányan akarnak közületek áldottak lenni? Az Úr azt mondta nekem, hogy tegyem rátok a kezem, és áldjalak meg benneteket. Forduljatok felém. Legyetek áldottak. Legyetek áldottak. Legyetek áldottak. Legyetek áldottak. Yeah. Yeah.
Köszönjük Istennek a kenetet. A Biblia azt mondja, hogy eltörik az iga a kenet alatt. Eltörik az iga a kenet alatt. Halleluja! A kenet egy tapintható mennyei anyag, ami átárad egyik emberből a másikba. Az Úr azt mondta, amikor ez a kenet a teljes működésében van, az emberekhez sem kell érned. Elég, ha 1-2 méterre megközelíted őket, és elkezdenek nevetni, vagy táncolni, vagy elesnek. Halleluja, dicsőség Istennek! Thank you, Lord. Holy to God. Köszönjük, Urunk! Dicsőség Istennek! Halleluja! Köszönjük, Urunk! Rajta mehet! Victory! Lord has overcome it all. The truth has set me free. Victory, victory. There is victory in Jesus and victory in me. Victory. Has set me free. Victory, victory, yeah. There is victory in Jesus and victory in me. Why don't you stand on your feet? Victory. There's victory in me. Victory, victory, yeah. The Lord has overcome it all. The truth has set us free. Victory, victory, yeah. And there's victory in me. Say, victory, victory. Oh, the Lord has overcome it all. The truth has set me free. And there's victory in me. Sing it as you love. Victory, victory. The Lord has overcome it all. The truth has set me free. Victory, victory. And there's victory.
and victory in me. One more time. Victory. I've got victory. The Lord has overcome it all. The truth has set me free. Hallelujah. Hallelujah. Do you have victory living in you? Glory to God.